Valaki az utóbbi napokban feldobta azt, hogy hogy, -hogy még nem készült videó a vonincs kéziratról. Az igazság az az, hogy van csak valamelyik videómban futólogosan említettem, egy különálló fejezetben. Ezért, és bár számtalan videó készült már ebben a témában, ezért most én is úgy vagyok vele, hogy egy kicsit mélyebben és részletesebben utána megyek majd a vonincs kézirat rejtéjének. Megnézzük majd a rajzokat, elemezzük az adott nyelvet, és magát az adott nyelvet összehasonlítjuk majd a, a magyar nyelvvel, beszélünk majd arról, hogy ki és miért írhatta, és persze arról is beszélünk, hogy a Voynich kézirat miért a világ egyik legrejtésebb könyve. És be kell, hogy valljam, hogy nekem a gyártóv rejtély után a Voynich kézirat az egyik személyes kedvencem, és nem azért, mert ú, de mennyire para az, ami benne van, hanem azért, mert amennyire egyszerű, olyannyira érdekes. Vannak apró furcsaságok a könyvvel kapcsolatban, és ez teszi őt igazán különlegessé. Az, hogy mik ezek az apróságok, arról hamarosan én is beszélni fogok, de előtte talán ismerjük meg magát a dokumentumot és annak történetét. Hogy és kitől került kihez, mi célból vásárolták meg, vagy mondjuk miért adtak tovább rajta, mit mondanak róla, mit írnak róla, és igazából azok, akik tudják a választ, ők már sajnos nincsenek az élők sorában, ezért csak abból tudunk kiindulni, amit ők egykor egy-egy levelezésük alkalmával leírtak. Annak érdekében, hogy mindenki számára könnyen érthető legyen maga a történet, ennek érdekében én azt javaslom, hogy helyezzük el a történéseket egy időskálán, szerintem így jobban átlátható, az alapok megteremtéséhez szerintem tökéletes ez a fajta szemléltetés. Mivel nem sok mindent tudunk magáról a kézirat múltjáról, ezért csak nagyvonalakban szeretném vázolni azt az utat, amit a videónk origója körbejárt az élete során. A legelső említés egy levélben szerepel, amit Gyor Böres alkimista írt Athenasius Kirchernek. Lényegében az volt a levél tartalma, hogy Kedves Adanáziusz, tudom, hogy te jó vagy a nyelvek megfejtésében, hisz fejtettél már meg egyiptomi hieroglifákat, ezért örülnék, hogyha segítenél nekem egy kéziratnak a megfejtésében. Ez a könyv itt van már több éve a polcomon, terhesmesztelen nők szerepelnek benne, ahogy valami zöld trutymóba fürdenek, tele van olyan növények rajzai, valamit még sosem láttam, vannak benne csillagok, meg különböző alakzatok. Jó lenne, hogyha legalább csak ránéznél és megpróbálnád megfejteni, mert ki tudja, hogy milyen titkokat rejt a tartalma. A Tanazius, amikor megkapta és elolvasta ezt a levelet, akkor olyannyira lelkes lett, hogy mindenképp meg akarta magának szerezni ezt a könyvet. Nem csak oldalakat szeretett volna olvasni, hanem az egész könyvet magáinak akarta, hogy átvizsgálhassa és megfejthesse. György Báresnek azonban, és ha bár szerette volna, nagyon szerette volna, hogyha Athanasius segít neki megfejteni ezt a könyvet, de eszeágába sem volt bárkinek is odaadni. Bares egészen a haláláig kitartott a könyv hűsége mellett, ezért már csak a halála után, a hagyatéka szétosztása után került más kezébe a féltve őrzött könyve, egészen pontosan Jemmerek Marcihoz, aki hát megörökölte Georg titkos könyvét. Jemmerek Marci egyébként egy prágai egyetem igazgatója volt, és már a korábban is említett Atanasius egyik jó barátja. Mivel Jemmerek Marci nem igazán tudta, hogy mit kezdjen egy olyan könyvvel, amit, amit még el sem tud olvasni, ezért barátjának, Atanasiusnak ajándékozta, így tehát végül Athanasius mégiscsak elérte azt, amit korábban akart, a nap minden percében tanulmányozhatta a vonics kézirat sorait. És kiegészítve még ezt az idővonalat, Marek Marci információi szerint a kézirat még Gyorbáres előtt második Rudolf német római császári volt, és 600 dukátért vásárolta, mert azt hitte, hogy a könyv az egy nagy elme, Roger Bacon egyik, egyik munkája. Később majd még beszélek Baconről, hisz ő is az egyik azoknak a személyeknek, akik szóba jöhetnek, mint a Voynich kézirat szerzője, de visszatérve és folytatva az idővonalat, Athanasius után egy nagyobb homály következett. Valószínűleg nála volt, majd meghalt, és a könyv egy könyvtárba került, amit volt, hogy elfoglaltak, átszállítottak, történtek hatalmi változások közben, és a Voynich kézirat csak úgy tengődött ide-oda. Amíg végül 1912-ben egy római egyetem úgy döntött, hogy eladnak pár kacatot az alaksorból, mert tele vannak könyvekkel, és mivel több könyvnek nem volt szerzője, és azt se tudták egyes könyvekről, hogy miről szól, ezért úgy voltak vele, hogy adjuk oda annak, aki bármit is hajlandó fizetni érte. És itt jön a képbe Wilfried Vojnics, aki felajánlotta az egyetemnek, hogy hát támogatásuk érdekében megvásárolt tőlük 30 kéziratot, és így került hozzá az a kézirat is, amit ma már csak Vojnics kéziratnak nevezünk ebből az időskálából elég sok adat hiányzik. Hiányzik a kézirat történelmének egy jelentős része. A második Rudolf előtti időszak talán szolgálhatna valami választ a tekintetben, hogy ki és miért írhatta a Voynich kéziratot, de sajnos nem tudunk semmit. A kézirat az évszázadok alatt kézről kézre járt. Mindenki csodálta, titkolta, őrizte, és csak egy ember volt, aki önszántából vált meg tőle, de ő is csak azért, mert egy kicsit sem érdekelték a misztikumok, de György Börös, Atanázius és volnics is, amíg éltek, addig az eszükágában sem volt megválni, a mesztelen nőkkel és növényekkel díszített kézirattól. Na de hogy mi volt ebben a könyvben olyan különleges? Azt hamarosan képekben is megmutatom. Maga a kézirat az azért is érdekes, és azért is vigyáztak úgy rá az évszázadok alatt, mint a két szép szemükre, és mi is azért foglalkozunk most vele, mert senki nem tudja, hogy milyen nyelven, milyen ABC-vel és hogy mi célból íródott. Nemrég a mesterséges intelligenciát is ráengedték, hogy hát a világ összes nyelvének ismeretében mit gondol, de az eredmény hát nem igazán volt sikeres. De csak hogy tovább ragozzam, és szerintem nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy több ezer profi nyelvész, és a profi alatt nem a Józsi bácsit értem, aki, aki írt egy könyvet a rejtjelezésről, hanem olyan profikra gondolok, akik tényleg minden rejtvényt megfejtenek, a képeket szövegé, a szövegeket képekké formálják, programokat írnak a nyelvek logikájának a megértésére, grafológusok elemzik, néprajzkutatók elemzik, írásszakértők elemzik, matematikusok elemzik, nyelvészek elemzik, de semmi. Mind a mai napig nincs kézzelfogható eredmény, vannak persze próbálkozások, és néha néha mindig felbukkan valaki, aki azt mondja, hogy hát megfejtettem a Vonics kézirat rejtéjét, de amikor megkérdezik, hogy na, hát akkor miről szól, mondd el! És erre mindig csak az a válasz érkezik, hogy igen, igen, hamarosan kiderítjük, már több mondatot megfejtettünk, de a végső eredményre sajnos, sajnos még várni kell. Ezt mondják ők már több mint tíz éve. A vonnyics kézirat értékét nem csak az olvashatatlansága vagy az érthetetlensége növeli, hanem az is, hogy a kézirat rendkívül minőségi anyagból készült. Mind a mai napig csillónak a színek, mint a csak tegnap festhették volna őket, jó minőségű festékekből, jó minőségű pergamenből, amely akkoriban a 15. században nagyon drága volt. Ráadásul többen oldal is van a könyvben, ami kihajtható, és egy-egy ilyen pergamen ára, hát az még drágább volt, hiszen a bőrnek a közepét kellett kivágni, ami meg is duplázta az értékét. És azt se felejtsük el, hogy a 15. században járunk, a bőr beszerzése sem volt egyszerű feladat, volt, hogy több hónapot kellett várni pár darab borjú bőr megérkezésére, ezért a szakértők szerint a vonics kézirat elkészítése akár több évig, akár még tíz évig is eltarthatott. De ezt tudom, hogy nehéz elképzelni, hogy valaki tíz évig ír egy könyvet, de ne a mai írás technológiából induljunk ki, hanem abból, hogy ekkor még kacsa vagy libatollal írtak, és azért az írássebességben van némi különbség a golyóstól és a libatól között. És hogyha már írás, a vonyics kézilat összesen 170 ezer karakterből áll. És ez így önmagában nem is lenne olyan nagyon furcsa, hisz nagyon sok olyan könyv van a világon, amelyben ennél sokkal, de sokkal több karakter szerepel. A furcsaság az ott kezdődik, hogy a szakértők szerint a szövegben nincs javítási hiba. Azért az, hogy 170 ezer karakter írásánál egyszer sem hibázol, az, hogy valaki egy szövegben 230 oldalon át egyszer sem hibázik, egyszer sem kaparja le a tintát, egyszer sem törli le a tintát, az szinte elképzelhetetlen, ez egy emberfeletti teljesítmény. A 33. oldal alján van egy rajz, egy aféle gumó, ami rendkívül hasonlít egy vírus ábrázolására, viszont a 15. században a tudomány álláspontja szerint még nem voltak mikroszkópok, de akkor, hogyha nem egy vírust, akkor, akkor mit ábrázol ez a rajz? 68. oldal, asztrológiai fejezet, mintha egy spirálgalaxist ábrázolna ez a rajz. Viszont ezt is csak sokkal később fedezték fel. Az oldalszámozás szerint 14 lap, azaz 28 oldal hiányzik. Valaki valamilyen oknál fogva kitépett 14 lapot, ami egyesek szerint a könyv megoldását tartalmazhatta, én más véleményem vagyok, de erről majd a videó későbbi szakaszában még beszélek majd. A grafológusok szerint legalább két ember írta, de több olyan szakértő is nyilatkozott a témában, akik tüzetesen átvizsgálták a betűk írásának technikáját, és arra jutottak, hogy ezt nem csak két ember, hanem négy ember írta. Ami már önmagában nagyon sok lehetőséget kizár a kézirat alkotóját, de inkább alkotóit illetően. A vonnyis kéziratot az ábrák alapján és a rajzok alapján, ugyanis a szöveget azt ugye nem tudjuk értelmezni, az ábrák alapján fejezetekre oszthatjuk. Van benne gyógynövényfejezet, fejezet, ahol a gyógynövényeket ismerhetjük meg, gyökérzet, miről ismerhetőek fel a gyógynövények, stb. Következik egy csillagászati, asztrológiai fejezet, horoszkópok, a nyilas, erre valószínűleg azért volt szükség, mert a késői középkorban nagy szerepet tulajdonítottak a horoszkópoknak, hogyha valaki beteg volt, nem az volt a kérés hogy elsősorban, hogy mik a tünetei, hanem az, hogy milyen jegyben született maga kos, hát akkor rendben van az első dolog az, hogy hazamegy és lefőz magának egy kis csalánteát. Elnagyolva valahogy így működött az akkori orvoslás. A gyógynövények is az asztrológia mellett helyet kap a könyvben a balneológia, vagy a vízgyógyászat, gyógyfürdőtan, hidroterápia, ezért fürdenek mesztelen nők egy zöldes trutymóban a kézirat egyes fejezeteiben. Ezen kívül van még egy feltehetően kozmológiai fejezet, és az utolsó fejezet pedig a gyógyszerekről szól. A kézirat ugye az első fejezetben bemutatta a gyógynövényeket, majd az utolsó fejezetben feltehetőleg, és azért is mondom azt, hogy feltehetőleg, mert hogyha tudnánk azt, hogy miről szól a könyv, akkor nem készülne el most ez a videó, csak arra azok alapján lehet következtetni, ami alapján az utolsó fejezetben feltehetőleg arról van szó, hogy az első fejezetben megismert növényekből hogyan lehet gyógyszert készíteni. És ez volt maga a felszínes összefoglaló, és azért mondom azt, hogy felszínes, mert a kézirat az nagyon meg tudja babonázni az embert. Csak ősz felette és nézzeketed az oldalakat, és arra gondolsz, hogy basszus, itt, itt mit gondoltott az, aki ezt csinálta? Látod magad előtt a lapok történelmét, azt, hogy mennyi ember forgathatta, és ült felette éveket, évtizedeket és kisúzással egy egész életet azért, hogy megtudja, hogy mi az, amit lát, és miközze van a rajzoknak és az írásnak egymáshoz. És néha tényleg én is azt éreztem, hogy nincs olyan elmélet, ami igaz lehetne rá, de olyan elmélet sincs, ami nagyon messze állna tőle. Szinte mindent rá lehet húzni, és ez az, ami különlegesé teszi a Voynich kéziratot. A Volnyis kézirat első fejezetében, és ez a fejezet alkotja a kézirat legnagyobb részét, több mint a felét a gyógynövények teszik ki, ami azt jelentheti, hogy ez a könyv a gyógynövényekre épül, a szerző nagyon fontosnak tarthatta, hogy bemutassa ezeket a növényeket, amelyből összesen egészen pontosan 126 darab szerepel a Volnyics kéziratban. 126 növény. Azt szokták mondani, és ezt már több helyen is olvastam, hogy ezek ismeretlen növények, és azt sem tudjuk, hogy például ez a növény ez, ez micsoda is valójában. Az igazság az az, hogy 126 növényből csak kettőt nem sikerült azonosítani a senkinek, a maradék 124 rajzra sikerült olyan növényt is találni, amit ma is ismerünk és ma is használunk. Ez az a két rajz, amiről fogalmunk sincs. A baloldali növény a 38. oldalon, a jobb oldali pedig a 42. oldalon található. Több vélemény mondja azt, hogy ez a jobb oldali növény, az valójában kettő, mint sem egy, de ez a lényegen mint sem változtat, fogalmunk sincs. Ami még látszik ebből a két képből, hogy a szerző nagy hangsúlyt fektetett a növények gyökereinek az ábrázolására, a baloldali növény engem személy szerint a mák gumójára emlékeztet, de hogyha jobban megnézem, akkor semmi köze hozzá. A jobb oldali növény pedig olyan egyszerű, hogy én még azt is megverem kockáztatni, hogy itt a szerző csak rajzolt valamit azért, hogy ne legyen üres ez az oldal, legyen rajta valami kis szín, ne legyen egy üres oldal a sok rajz között, Persze simán lehet, hogy tévedek, sőt biztos, hogy tévedek, és nem szabad abban a hibába esnünk, hogy mindenre, amire nem tudjuk a választ, arra azt mondjuk, hogy hát biztos, hogy a könyv szerzője a szedett valamit, tudatmódosítószer hatása alatt állt, és azért nem értjük, mert csak a képzeletének a szüleménye. Igen, ez is benne van, de szerintem nem azért költött a szerző nagyon sok pénzt bőrre és festékekre, hogy értelmetlen lábrákat rajzoljon, azért, hogy kiélje az elfolytott művészi hajlamát és hogyha már művészi hajlamról van szó, az szerintem nem igazán volt a szerzőnek. Vagy hogyha volt, akkor még nagyon kezdő volt, vagy még nagyon fiatal, akár gyerek volt, ugyanis, és nem mondom azt, hogy én tudnék egy ilyet rajzolni, de lehet, hogyha nagyon akarnék, akkor tudnék, mert némely növény eléggé gyerekesen van ábrázolva. És bármennyire is messze áll tőlem az ecset, attól még lehet, hogy ezt még én is össze tudnám hozni, amiből arra is következtethetünk, hogy ha bár rajzolni nem tudott az illető, mégis nagyon értett a növényekhez, és volt kellő kézügyessége is, hisz egyszer sem hibázott a szövegben, vagy lehet, hogy a képeket nem is ő rajzolta? Az egyértelműen látszik, hogy a képek születtek meg először, és úgy írtak rájuk, ahogy a rajz engedte. Először lerajzolták a növényeket, majd körbevették azokat a hozzájuk illő szöveggel. Na de visszatérve a gyógynövényekre. Mint azt mondtam, 124 növényt sikerült azonosítani a ma is ismert növényekkel. Ezekből mutatok most nektek párat. 11. oldal rozmaring. Ma főként fűszernövényként ismerjük és használjuk, de régen a rozmaringról úgy gondolták, hogy javítja a memóriát, valamint a temetéseken és az esküvőkön elég gyakran használták az emlékezés és a hűség jelképeként. Például a temetésen a koporsóba egy csokor rozmaringot is odahelyeztek az elhunyt mellé. 16. oldal krizantén. Ma szerintem úgy ismerjük, mint a temetővirág. Elég sokan ezt viszik ki a szeretteik sírjára halottak napján ezért is becézik azt a temető virágnak. De régen úgy gondolták, hogy rendkívül jó gyulladás csökkentő, csökkentő, és tökéletes az emésztési problémákra is. 17. oldal kék szalma virág. Réges régen a kék szalmavirágot, virágot, mint szerelmi bájitalként használták, és ezt értsétek rosszul, legalábbis ma ugyanezért büntetnek. 16. oldal kender ezt sem nagyon részletezném. A YouTube algoritmusa miatt nem lehet erről beszélni, de igen, a kender is benne van a kéziratban, legalábbis ez a rajz, ez nagyon úgy néz ki. Első oldal nadraguja, ez egy rendkívül mérgező növény, Európa talán egyik legmérgezőbb növénye, mind a bogyója, mind pedig a gyökere nagyon sok méreganyagot tartalmaz, és annak ellenére, hogy rendkívül mérgező egy növény, régen a szembe használták, sőt még ma is a nadragujából kinyert oldatot felhigítják, és mondjuk egy szemműtét előtt egy nagyon kicsit a szembe a szemre gyógyító hatása van. Sőt, a régiek úgy gondolták, és mivel a nadraguja kitágítja a pupillát, ezért volt, aki minden reggel becsepegtetett a szemébe, mert úgy gondolták, hogy a tág pupilla az milyen szép, milyen ragyogó, milyen különleges, úgy gondolták, hogy a szem az sokkal ragyogóbb lesz egy kis nadraguja kivonattól, ezért főleg szembecsepegtetve használták. 22. oldal tulipán, 24. oldal uborka, 27. oldal spenót, 37. oldal menta, 40. oldal sáfrány, 41. oldal koriander, 44. oldal zeller, 45. oldal levendula, 65. oldal búzavirág, 93. oldal articsóka és még sorolhatnám a maradék több mint száz növényt, és próbáltam azokat felsorolni, amelyeket akár ti is ismerhetitek, vagy akár csak hallottatok róla, de még nagyon sok növényről van szó, amelyekben szerintem így összességében nincs olyan tulajdonság, ami összekötni őket. Legalábbis van közöttük tudatmódosító, van közöttük sima fűszernövény, de van közöttük mérgező növény is. Nincs az, hogy ez vagy az, hanem mindennek az egyvelege. Viszont annak ellenére, hogy, hogy milyen sokféle, mennyire másfajta növényekről van szó, van egy közös bennük. Még pedig az, hogy szinte mindegyik növény valamilyen szinten köthető a mediterrán térséghez, Olaszország északi régiójához. Ebből adódóan, és sok szakértő szerint a szerző valahol ebben a térségben született, és lerajzolta az általa ismert összes növényt. Mindent, amit csak ismert, vagy akár csak hallott róla. Persze tudom, hogy vannak növények ebben a sorban, amelyek nem Olaszország északi részében őshonosak, hanem valahonnan mondjuk Kínából származnak, Viszont a 15. században, a vándorlások idején és a kereskedelem útján, Olaszországban is használták őket. És így értem azt a megállapításomat, hogy szinte mindegyik növény valamilyen úton módon köthető Olaszország északi részéhez. A következő fejezet, és ebből a képből talán nem nehéz rájönni, az asztrológia. Ezen a képen például középen két halat láthatunk, ami feltétlenül a halak csillagjegyet ábrázolja, majd a következő oldalon már egy kos van, majd őt követi a bika, az ikrek, a rák, az oroszlán, a szűz, a mérleg, a skorpió, és végül a nyilas. Lehet, hogy feltűnt, hogy kihagytam két csillagegyet a bakot és a vízöntőt, de ezek az oldalak feltehetően elvesztek, ugyanis a 73. oldal után a 75. következik, hiányzik a 74. oldal, amelynek az egyik oldalán a bak, a másik oldalán pedig nagy valószínűséggel a vízöntő kapott helyet. Amit még érdemes megfigyelni mondjuk ezen az oldalon, a 70. oldalon, hogy olyan, mintha minden nő egy kódban ülne, és mindegyikükhöz egy csillag kapcsolódik. Egyes csillagok hat, egyes csillagok pedig hétágúak. Lehet, hogy nincs jelentősége, minden esetre szerintem barom érdekes, hogy vajon ez kinek a fejéből pattant ki. Két oldallal visszamenőleg a 68. oldalon egy olyan rajzot látunk, amely Sokakat emlékeztet, és megmernének rá esküdni, hogy egy spirálgalaxis látnak ezen a rajzon. Legalábbis a szöveg, az, ahogy a szerző a szöveget meghalította, az teljesen egy olyan hatást ad, mintha egy spirálgalaxis látnánk, ami persze a mai tudomány szerint lehetetlen volt még ebben az időben, hisz a spirálgalaxisokat csak bő 500 év múlva, a 20. század elején fedezték fel. És most jön talán az egyik legmegosztóbb fejezet, és amit talán órákig el lehetne nézni, arra gondolva, hogy na itt meg mi a franc történik? Mit akar ezzel mondani a szerző? Mik ezek a rajzok? Például a 77. oldal legtetején mi akar lenni ez a csőszerű valami, amiből különböző dolgok jönnek ki, balról jobbra haladva, először mintha csak levegő, majd valami darabos, vagy semmi, majd valami piros, és végül szintén valami darabos. Egy picit lejjebb szintén egészen furcsa rajzokat találunk, látunk. Engem személy szerint az emberi érrendszerrel emlékeztetnek, de hallottam már egészen hajmeresztő elméleteket is ezekkel a rajzokkal kapcsolatban. Egyesek szerint ezek a rajzok, legalábbis ezek a csőszerű valamik, és amiben a terhes nők ülnek, az rendkívül hajaz a, a petevezetékre, a petefészekre, és úgy alapvetően a mély formájára valóban van hasonlóság, ha kellene tagadni, és hogyha hozzáveszünk a magát a könyv profilját, a koncepcióját, akkor még akár logikus is lehet a petefészek megjelenése. 79. oldal a bal felső sorok, ez még mindig a gyógyfürdő fejezet, egy kereszt van az egyik nő kezében. És a kereszt, mint szimbólum, magának a keresztnek a megjelenése a könyvben, abból szintén lehet következtetni mondjuk az egyházra, de még az is lehet, hogy, és nem tudom, hogy ti hogy látjátok, de mintha nem fognál a keresztet, hanem mintha már elengedné. Egy oldallal később, 80. oldal, jobb felső sarok, egyesek szerint egy férfi is megjelenik ebben a könyvben, ahogy közeledik a hosszú hajú nő felé. Persze lehet, hogy nem egy férfiről van szó, de egyesek szerint ez a személy ez egy kicsit kitűnik a többi közül. A következő fejezet a kozmológia címet kapta, ez a kézirat egyik legrövidebb fejezete, hisz alig csak pár oldalas. Az egyik képen láthatjuk a napot, a kör a másik oldalon pedig a holdat, ezért is adták neki a kozmológia fejezet címet, ezen kívül mást nem igazán tudunk meg. 86. oldalon ezek a valamik, az fogalmam sincs, hogy mit akarnak, nem jut eszembe semmi, ami ezt hasonlítani tudnám, de biztos, hogy lesznek közöttetek pár, akik megtaláljátok majd a hasonlóságot. A 86. oldal másik része az egy ilyen kiajtható nagyméretű bőrből készült, és szerepel rajta kilenc kör. Középen van egy nagy kör, amit minden oldalról körbevesz egy kisebb kör, és amelyek kapcsolódnak is egymással. A középső kör kerületének a vonalán olyan, mintha ágyúk lennének elhelyezve, de ezt lehet, hogy csak én látom bele, és az is lehet, hogy csak egy várost akartak szimbolizálni, tornyokat, építményeket. Vannak, akik úgy hiszik, hogy ez a rajz az eltűnt Atlantis ábrázolja, Atlantis története az valahogy úgy szól, hogy Atlantis egy, ugye egy, egy nagy sziget volt, amely koncentrikus körökből állt. A körök közepén volt megtalálható maga a város, a központ, tornyokkal és építményekkel. Hát, hogyha nagyon akarjuk, akkor talán még Atlantis legendájának a történetét is beleláthatjuk a kézirat 86. oldalába. Az ötödik fejezet, ami egyben a kézirat utolsó fejezete, valószínű, hogy a gyógyszerészetről szól, Ugyanazok a képek, mint a gyógynövényes első fejezetben, viszont már mindez kombinálva, olyan, mintha egy folyamatot szeretne bemutatni, azt, hogy melyik növény után mi következik, vagy hogy mit, mivel kell összekeverni, vegyíteni, ezek a rajzok, mintha erről szólnának. És most jöjjön szerintem a videó egyik legérdekesebb fejezete, a nyelv. Beszéljünk magáról a senki által még nem ismert, a senki által még meg nem fejtett nyelvről, és azért is beszélek nyelvről, mert túl összetett ahhoz, hogy csak egy kód legyen, és nagyobb annak a valószínűsége, a szakértők szerint van 80-85% annak a valószínűsége, hogy valóban egy beszélt vagy egy kitalált nyelvről, mint sem kódokról van szó. Annak érdekében, hogy mindenki megértse, hogy miről van szó, megpróbálom én, mint amatőr elmagyarázni, hogy miért is érdekes a kézirat nyelvrendszere. Vegyünk egy példát, a 78. oldalt. Azért a 78. oldalt, mert ennek az oldalnak van egy pici különlegessége, és nem csak a rajzok hagyják a különlegességet, hanem az, hogy a rajzokhoz, ehhez a groteszk ábrázoláshoz olyan, mintha egy, egy varázsige tartozna. Ugye jobb oldalt láthatjátok magát a Vonyis kézirat 78. oldalát, bal oldalt pedig a szöveg Eva változatát. Eva az az Európai Vonyis ABC. Az Európai Vonyis ABC gyakorlatilag annyit jelent, hogy egyes betűket európai betűkkel cseréltek fel, és ugyanúgy összerakták. Vagyis a nyelv felépítése, magának a nyelvnek a felépítése az ugyanaz maradt, csak már nem ismeretlen betűkkel, hanem európai, ma is használatos betűkkel. Ezt láthatjátok baloldalt. Ha összeolvassuk ezeket a szavakat, akkor nagyon hasonlít féle kántálásra, egy varázsdigére, mert olyan, mintha egy is ugyanazt mondanánk. Gokáló pedig gokedi, gokedi, dál gokedi, gokedi csedi gokedi okár gokedi, csedí, kedi, csedí, goki. És csak a példának a kokáért emeljük ki ezt a két sort és hasonlítsuk össze ezt egy magyar mondattal, amelyet szándékosan e két sor ritmikájára formáltam. Tegyétek egy az egyben a pár pár szálhoz, keverjétek, vegyítsétek, szűrjétek, mert vétek és mert a tiétek. Állítsuk egymás mellé ezt a két sort. Figyeltem arra, hogy azért legyenek benne szóismétlések, persze én korán sem vagyok nyelvész, csak szerettem volna érzékeltetni veletek, hogy a magyar nyelvben is feleltőek szóismétlések, és az, hogy a szavak utolsó három vagy négy betűje megegyezik, az még nem jelenti azt, hogy az, amit olvasunk, annak nincs értelme, mert mint az a magyar példából is látszik, igenis van értelme. És azért is hoztam el ezt a példát, mert önmagában így elolvasva ezt a szöveget, azt gondolhatnánk, hogy hát ezek a szavak olyanok, mintha csak valaki tanulná az írást, ezért több szót egymás mögé írt, majd jött a következő, épp ami az eszébe jutott, és hát persze, hogy nincs a Voynich kéziratnak értelme, hiszen csak egy gyakorló füzet, nem egy nyelvi rendszer alapján épül fel, nem is lehet benne értelem. A gond csak az, hogy amikor a vonis kéziratot átfordították latin betűkre, és amikor bedobták azt a szöveget, az egészet egy programba, hogyna elemezd, lássuk, hogy mi szűrhető le a szó a betűk használatából, lássuk, hogy megfelel ez a szöveg egy értelmes emberi nyelvnek, és nem csak valami gyakorló füzet értelmetlen szavakkal, a program elemezte a szöveget, elemezte a betűrendet, a logikát, a betűk rendezetlenségét, és arra az eredményre jutott, hogy hát úgy tűnik, hogy ez egy, egy, valódi, egy létező nyelvről van szó. Megpróbálom elmagyarázni úgy, hogy ez, hogy ez mindenki számára érthető legyen. Ha veszünk például egy, egy betűsort, például legyen ez a 4 E betű, 8 A betű, 10 R betű, amelyek folyamatosan ismétlődnek ezt a betűsort, hogyha betápláljuk egy programba, akkor a program az meg tudja nekünk majd mondani, sőt, még lehet, hogy fel is ismeri, a Windowsnak is van egy ilyen funkciója, hogyha ha sokáig nyomod le ugyanazt a betűt, akkor kírja, hogy, hogy hát egy billentyű az beszorult, és itt is ugyanez a helyzet, mivel ismétlődnek a betűk, ezért meg lehet jósolni, hogy a negyedik ebetű után biztos, hogy majd 8 a következik, a 8 a után biztos, hogy majd 10 r, és így tovább, és így tovább van egy rendszer viszont ennek a betűsornak már egy kicsit nagyobb a szórása, nem lehet tudni, hogy vajon mivel és hogy fog folytatódni. Ez a betűsor már sokkal inkább hasonlít egy véletlenszerű szövegre, mint sem egy valódi emberek által is beszélt nyelvre, és valahogy így ezek alapján vizsgálják a Voynich kéziratot is, logikát és értelmet keresnek benne, és erre való a ZIPF törvény. A ZIF törvény az szinte minden beszélt, használt nyelvre igaz. Minden nyelvnek van egy alapvető mintája. Az, ami alapján felépül. A kék vonal a beszélt nyelvek átlaga, a piros pedig a vonnyics kézirat. És mit az látszik, nagyon szépen követi egymást a piros és a kék vonal. Jó persze, a nagyon szépen az egy kicsit túlzás, de az angol és a kínai nyelv is szinte ugyanúgy apró kilengésekkel követik a kék vonalat. Szóval a vonnyics kézirat teljesen megfelel a nyelvi törvényeknek. Egy másik érdekes statisztika, ebben már több másik nyelvi szerepel a vonyics kézirat mellett, angol, kínai, latin, baloldalt a zöld színű a vonyics kézirat, amit felülről közre fog a kínai, alulról pedig az angol nyelv. Tehát nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy a vonyics kézirat esetében nem véletlenszerű szavakról, nem véletlenszerű betűkről, hanem úgy néz ki, hogy valóban egy beszélt és létező nyelvről van szó, amit sajnos sokak bánatára egy kicsit sem értünk. A videó egy korábbi szakaszában már elmítettem, hogy a Vojnics kéziratot az írásszakértők szerint három, maximum négy ember írhatta, plusz az is lehet, hogy egy rajtuk kiülálló ember rajzolta, ami azt jelenti, hogy benne van, hogy összesen öten dolgoztak a Vojnics kézirat szerkesztésén. Most viszont szeretnék mutatni két oldalt, a 41. oldalt és a 42. oldalt, amelyek még ránnézésre is teljesen más kézírásról árulkodnak. A bal látható kézírás az feszes, tömörebb és egy kicsit, hogyha megfigyelitek, egy kicsit jobbra dől, amíg a 42. oldalon található kézírás ennek a szöges ellentéte, ez már egy kicsit finomabb, nyitottabb, és ez már nem jobbra, hanem egy picit balra dől, és mivel én nem vagyok írásszakértő, ezért mélyebb elemzésekbe nem is szeretnék belemenni, csak szerettem volna szemléltetni, hogy igenis így egymás mellett vannak különbségek. Persze nem biztos, hogy az eltérő kézírás az különböző szerzőkre utal, mert vannak, akik igenis tudnak többféleképp írni, hogyha akarnak, és lehet, hogy a szerzőnek is pont ez volt a célja, hogy egy kicsit azt sugalja, hogy, hogy ez nem csak egy ember munkája. A lényegem viszont ez sem változtat, ez még csak még rejtélyesebbé, még nyitottabbá teszi azt a kérdést, miszerint ki lehet a vonics kézirat szerzője. Egy táblázatban foglalva vegyük végig a lehetséges szerzők listáját ki az, aki szóba jöhet, mi szól mellettük és mi szól ellenük, és ebből próbáljunk meg levonni egy végső konklúziót. Roger Bacon, Ferences szerzetes, foglalkozott természettudományjal, érdekelték az optikai jelenségek. Ő volt az, aki egy munkájában először bővebben kifejtette a szivárvány jelenség pontosokát, viszont az a nagy baj, hogy Bacon a 13. században született, a Vonyics kéziratot pedig valamikor a 15. század elején írták. Jó indulattal is van közöttük több mint 100 év különbség. Ellenérvként valóban felhozható, hogy hát de a radiokarbonos vizsgálat sem pontos, és az is tévedhet. Igen, ez igaz, viszont ilyen rövid távon, 500 év távlatában ezek a radiokarbonos vizsgálatok, nem mondom azt, hogy tűpontosak, de hogyha könyvből vett minták, több helyről vett minták, is ugyanazt az eredményt hozzák és mutatják, akkor nagy valószínűséggel a kézirat valóban 1400 és 1450 között íródhatott, ebből adódóan Roger Bacon személye nem igazán jöhet szóba. Leonardo da Vinci, szerintem őt nem kell senkinek sem bemutatnom, néhány mondatban talán annyit mondanék, hogy egy baromi okos egy ember volt, a maga korában talán az egyik legnagyobb elme volt, és ő az a személy, akiről, hogyha kiderülne, hogy ő írta a Vonyics kéziratot, akkor senki sem lepődne meg szerintem, hisz, és mint az ezeken a képeken is látszik, Da Vinci rajzai, jegyzetei, elrendezésükben hasonlítanak a Voynich kézirathoz, bár hogyha igazságos akarok maradni, akkor ez minden akkori kéziratra igaz. Érdemes megfigyelni, hogy ezek a rajzok sokkal aprólékosabbak, részletesebbek, sokkal részletesebbek, mint a kézirat kéziratrajzai, Ég és föld a kettő. A bal oldalit, mintha egy művész, a jobb oldalit, mintha egy gyerek rajzolta volna. Ami talán még Da Vinci mellett szól, az a Voynich kézirat 70. oldala, a kos középen, a kos március 21-től április 20-ig tart, a kos körül 15 nőt ábrázoltak, az az április 15-e, Leonardo da Vinci pedig április 15-én született. Bár ez nekem egy picit belemagyarázós, de akár ez is lehet egy érdemi kapocskettejük között. Ami ellene szól, az itt is a dátum, bár itt nincs olyan nagy különbség, mint Bacon esetében, itt csak 20-30 év a különbség, és ez még simán lehet, hogy belefér a talán megoldások közé. A következő személy nem más, mint Wilfried Vojnics, akiről sokan tényleg úgy gondolják, hogy ő a kézirat valódi szerzője, és én is csak azért hoztam őt ebbe a sorba, hogy elmondjam, hogy Vojnicsnak semmi köze hozzá. Annyiban van köze a kézirathoz, hogy egy, róla nevezték el, és kettő, ő volt az egyik tulajdonosa. Vojnics a 19. században élt, több mint 300 év van kettejük között. Jakobus Sinapius, de inkább csak Tepeneci Jakobus, már egy picit közelebb áll a nincs kézirathoz. Tepenec Jakubusz volt második Rudolf császár egyik orvosa. Ez is egy érdekes történet, és bemutatja, hogy akkoriban milyen más világot is éltünk. Második Rudolf azért nevezte ki Tepenec Jakubuszt az orvosának, mert mindig, amikor megitta a Jakubusz által kevelt gyógynövény teát, mindig jobb kedvre derült. Igen ám, de azt nem tudta, hogy Jakobus szerette alkohollal vegyíteni a teáit, és hát persze, hogy Rudolf császár boldog volt, hisz alkoholt, ivott, nem gyógynövényeket. Ami a lényeg, hogy második Rudolf elég sok ilyen csalót fizetett, nagyon sok pénzt adott nekik, mindent elhitt, amit, amit mondtak neki, és ezt persze ezek a ki is használták. Tepeneci Jakubusz valóban a könyv egyik, egyik tulajdonosa volt, hisz megtalálták a lekapart aláírását a kézirat első oldalán, és mi ebben nem is tudom, hogy érdemese belemennem, ugyanis Jakubusz 1575-ben született bő száz évvel a vonyics kézirat feltételezhető keletkezése után. Edward kelly sem szeretném úgy nagyon kihagyni a sorból, ő is egy a szélhámos volt, azt állította, hogy az angyalok beszélnek hozzá, ezért ismeretlen nyelven beszélt, ismeretlen szavakat használt, és ő is második Rudolf egyik csoda embere volt, pénzelték őt is rendesen, legalábbis második Rudolf őt is pénzelte rendesen, mert azt állította, hogy képes a semmiből aranyat csinálni, és ezt második Rudolf el is hitte, ezért őt is mindenben támogatta, és ilyen alapon egy ilyen őrült célhámos talán valóban lehetne a vonics kézirat szerzője, bár ott is felmerülnének egyéb kérdések a nyelv megalkotásával kapcsolatban, de igen, lett volna anyagi háttere hozzá, már csak az a baj, hogy Edward Kelly 1555-ben született, 100 évvel a vonics kézirat keletkezése után. Szóval, hogyha az angyalok nem adtak neki egy időgépet is, az Aranykészítés Titkai című könyve mellé, akkor is sem lehet a Havonyics kézirat szerzője. Ezen kívül, és engedjétek meg, hogy a következő öt személyét azt egy picit egybe vonjam, és megtehetném, hogy mindegyikük történetét egyenként kifejtem, de igazából én nem igazán tudnék még mit hozzátenni a táblázatban leírtakhoz. Ez egy lista azokról, akik még szóba jöhetnek, akik kapcsolatban álltak vagy második Rudolfa, vagy magával a kézirattal, vagy csak egyszerűen abban az időben tevékenykedtek és foglalkoztak kriptográfiával. De igazából, hogyha megnézitek a dátumokat, egyetlen ember kivételével, Antonio Avellino kivételével, egyikük sem élt a vonics keletkezésének idején. Megtehetném most azt, hogy az egészet megfordítom, és mondjuk megkérőjelezem a radiokarmonos vizsgálat eredményét, de akkor is szinte ugyanott lennénk, mert akkor nem több tíz, hanem több száz vagy ezer név merülne fel, ami úgy szint csak még tovább és tovább bonyolítaná ezt a kérdést. Mivel nem jutottunk egyértelmű válaszra a szerzőket, vagy akár a szerzőt illetően, ezért egy második fordulóban próbáljuk meg kitalálni, hogy mi lehet a kézirat célja. Elsősorban, és ezt nagyon sok helyen olvastam, egyesek szerint középkori trollkodás történt, és valamelyik gazdag uralkodó kölöke unalmában úgy döntött, hogy hát miért nem tréfálhatnám meg a jövő nemzetékét. Kitalálok egy ismeretlen nyelvet, rajzolok hozzá pár groteszk alakot, kimegyek a kertbe, rajzolok hozzá még növényeket is, és lám, kész is van, a világtörténelem első trollkodása. A gond viszont csak az, hogy még mindig a 15. században járunk, abban az időben, amikor még nem volt meg mindenkinek a kellő tudása, a kellő ismerete a test felépítéséről, a test anatómiájáról, a szülésről, a fogantatásról, a női menstruációról, ezeket az információkat nem tudhatta csak úgy bárki, hisz ekkor az egyház elég komoly, halállal járó cenzúrát tartott fent, plusz hozzájön az is, hogy egy nyelvről van szó, amit nem olyan könnyű kitalálni, vagyis bocsánat, kitalálni ki lehet, de a logikáját felépíteni már, már beletelik egy kis időbe. Plusz ne feledkezzünk meg magáról az állatbőr rendeléséről, amire akár fél éveket is várni kellett. Egy gyerek viccétől a vonyis kézirat szerintem egy picit messzebb mutat. A 15. században a kolostoroknak szinte mindene megvolt, ami a vonyics kézirat elkészítéséhez kell. A szerzetesek tudnak írni, tudnak olvasni, halomra álltak a könyvek a pincéigben, volt bőr, volt toll, szóval igazából egy szerzetes simán írhatta volna, viszont itt is előbukkan az a kérdés, hogy egy szerzetes mennyire szeretett volna játszani akár csak a saját életével. Hisz ha mondjuk egy másik szerzetes mondjuk meglátta, hogy Ignác szerzetes reggeltől estig mesztelen nőket rajzol, hát azonnal kitért volna a hitéből, hisz hogyha mondjuk az egyház tudomást szerzett volna róla, akkor nem mentek volna olyan nagyon kedvesek. És szerintem ezt a kockázatot egy ismeretlen nyelven írt könyvért egy szerzetes sem vállalta volna. Az utóbbi időben felfelfelbukkantak olyan emberek, akik azt állították, hogy sziasztok, van egy jó hírem, üdv mindenkinek, üdv a nyilvánosságnak, csak úgy a semmiből bocs, hogy így felbukkantam, de megfejtettem a vonycs Előkre Előkerült egy dr. Sesár nevű úriember, aki azt állította, hogy ő megfejtette és mindent tud. Szerinte a vonycs a apácák írták, Kasztíliai Máriának, Aragónia királynőjének, és a könyv az asztrológiáról, gyereknevelésről, gyógyfürdőkről és a női test működéséről, a női test egészségéről szól. És amikor azt mondták neki, hogy oké, okay, elhisszük, de legyen már olyan kedves és bizonyítsa be, hogy ezt honnan tudja, akkor azt mondta, hogy még csak egyes fejezeteket sikerült lefordítania, és hamarosan jön egy, jön egy egész fordításról, egy egész tanulmányban, mindennek már négy éve. Kérdezem én, hogyha már valakinek sikerült lefordítania egyes fejezeteket, akkor már mi abban a nehézség, hogy a többit is sikerüljön? Hogyha már megvan, hogy mi alapján kell lefordítani, akkor utána a többi lépés már baromi egyszerű. Ezek az emberek csak azért bukkannak fel néha néha, hogy elmondják azt, amit amúgy mindenki tud, hisz a képek egyértelműsítik a, a könyv a kézirat tartalmát, a történetet pedig én is ki tudok hozzátalálni semmi bizonyíték nélkül, és odaintem azt, hogy a többi megoldás meg majd érkezik. Volt még egy fickó, egy Nikolász Gibbs nevezett úriember, aki szintén azt állította, hogy ő igenis megfejtette, azzal a különbséggel, hogy ő most már képet is mutatott. Igaz, hogy ebből a képből szinte alig kivehető valami, olyan, mint a direkt töltött volna fel ilyen pocsék minőségű képet a saját weboldalára, azért, hogy senki ne tudja azt elolvasni. Ha nagyon akarjuk, akkor persze kivehetőek a szavak, például itt az aromatikus talán még el tudom olvasni, de a szöveg többi helyén elég nagy a homály, valószínű, hogy nem hiába, valamivel le kell védenünk a légyből kapott elméletünket. Szerinte ez a szöveg, ez latinul van, csak rövidítésekkel, mint tegyük fel a magyarban a például az a PL, ez a rész itt adigo aromaticus. Ez az AD és az AR rövidítésekből következett, és én nagyon szívesen folytatnám tovább is ezt az elemzést, de hogyha valaki arra nem képes, hogy az elméletét egy olvasható képpel támassa alá, amit mondjuk bárki el tud olvasni, onnantól kezdve számomra az egész érektelenné válik. Annak érdekében, hogy ne legyek ennyire előítéletes, elolvastam más, más szakértők véleményét is a gipsz elméletéről, és ők azt úgy összegezték és úgy zárták ezt a, ezt a elméletet, hogy jobb ezzel a fickóval nem foglalkozni, mert azt sem tudja, hogy mit beszél. Latin szavakat rak egymás mellé, amelyeknek, amelyeknek, együttesen nincs semmilyen értelme. Mindig azokat a betűket párosítja egymás mellé, amelyek, amelyek illenek az ő elméletéhez. Nincs az elméletében semmilyen logika. De Gibbs továbbra is állítja, hogy ő igenis megfejtette a Voynich kézirat rejtéjét, de azon az egyetlen egy homályos képen kívül mást nem igazán tud felmutatni ami engem személy szerint igazán megdöbbentett, de csak azért, mert magamból indulok ki, én nehezen hiszem el, hogy valaki hiba nélkül teleírt 230 oldalt. Ha valami halancsa nyelvről lenne szó, és ha azt valaki csak másolta, és nem beszélte, nem ismerte, akkor mindezt én nehezen tudom elképzelni. Ha valaki azt mondaná nekem, hogy itt van mondjuk egy latin szöveg, írd le hiba nélkül ezt az egy oldalt, lefogadom, hogy még az sem menne, betűként talán, minden egyes szót megtörve, de folyamatosan, szép betűírással nem hiszem, hogy menne, bármennyire is akarnám. Én úgy gondolom, és én is csak a rajzokból tudok kiindulni, hogy ez valami olyan könyv lehet, ami főként nők számára készült, és azt sem zárom ki, hogy egy nő írta nőknek, a teherbeesésről, a magzatfejlődéséről, a kúrákról, a gyógynövényekről, mikor milyen nagy a teherbeesés esélye, mikor milyen nemű baba születik, stb. Elképzelhető, hogy volt akkoriban olyan ember, olyan uralkodó, aki ezt mondjuk megvásárolta. Például a már sokat emlegetett Rudolf, aki egyébként pont egy elszalonló jóslat miatt nem nősült meg. Egyszer azt jósolták neki, hogy fog születni egy fiad, de pont ő fog téged letaszítani a hatalmadról. És mivel Rudolf annyira hitt ezekben a jóslatokban, sőt, mint azt mondtam, Rudolf tényleg mindent elhitt, lehetett volna naív Rudolf is a beceneve, mert bárki bármit mondott, ő, ő, ő elhitte. De nem azért, mert hülye vagy buta volt, hanem azért, mert annyira szeretett volna hinni egy felső erőben, annyira szeretett volna hinni a varázslásban, hogy ezt az álmát, ezt a téves képet is kergette. Viszont azt fontos hozzátennem, hogy második Rudolf is majd száz évvel később élt, mint a kézirat keletkezett, szóval nem valószínű, hogy az ő átverésére írták vagy rajzolták. A hiányzó lapokról én azt gondolom, hogy ezeket nem más, mint a katolikus egyház tépte ki, és hogyha nem égették el, akkor még mindig ott pihennek valaki tépett lapok a vatikáni levéltárban, és hogy miért téphették ki. Szerintem azért, mert voltak benne olyan rajzok, amelyeket az egyház nem szívesen látott. Gondolok itt az intim dolgokra, vagy akár csak egy kisbaba születésének a részletes ábrázolására, amit az egyház a lapok kitépésével cenzúrázott. Ha megfigyelitek, a női alakok olyannyira egyformák, hogy még az is benne van, hogy talán nem is a női ábrázolás a lényeg. Mert olyan, mintha a nők csak egy aféle megfigyelők lennének egy folyamat mellett vagy alatt. A vesztelenség megjelenése, a ruha nélküliség kicsit személytelenebbé teszi ezt az egészet, és lehet, hogy ez is volt a cél. Lehet, hogy a nőknek nincs semmilyen köze a könyvhöz, csak egy aféle szemléltetésképp őket a szerző, hogy bemutasson, vagy inkább elmagyarázzon egy folyamatot olyan elméletek is keringenek a neten a kézirattal kapcsolatban, miszerint a kézirat az egy olyan kúrát mutat be, egy olyan gyógyszer előállítását tartalmazza, amely minden betegségre mindig alkalmazható, és elérhető vele egy sokkal hosszabb emberi élet. Én nem tudok ezzel kapcsolatban nyilatkozni, egy érdekes elmélet, de, de szerintem egy sokkal egyszerűbb dologról van szó. Mindig az jár a fejemben, és látom magam előtt, hogy hány ember ült a lapok felett ez alatt, a több mint 500 év alatt, hány ember dobálta össze-vissza és törte a fejét a megoldáson, ami végül nem lett meg. Nem szeretném, hogy azt érezzétek, hogy én egy aféle túlvilági, egy természetfeletti erőt tulajdonítok ennek a kéziratnak, mert ez azért nem így van. Sőt, szerintem a baktériumok ábrázolása, a spirálgalaxis ábrázolása az, az egy kicsit sem volt szándékos, szerintem ezt csak mi látjuk bele. De az kétségtelen, hogy akkoriban egy ilyen könyvért, amelyben ilyen furcsa dolgok szerepeltek, akkoriban a gazdagok, legalábbis aki megtehette, képesek voltak szinte eszméletlen összegeket kifizetni. Azért, mert tudni akartak valamilyen féle titkot. És itt jön megint az a kérdés, hogy miért vásárolnál meg magadnak nagyon drágán, nagyon sok pénzért egy ilyen könyvet, hisz nem tudod azt, hogy mi van oda leírva. De lehet, hogy nem is kellett azt, hogy tud, hogy mi van oda leírva, lehet, hogy akkoriban egy ilyen presztízs volt, hogy rendelkeztél egy ilyen könyvvel. Lehet, hogy már akkor felnéztek rád, amikor csak megmutattad a könyvet, és hozzátetted azt a szöveget, hogy ezt a könyvet az angyalok írták, és benne van az örök élet titka, és már is úgy néztek rád, mint aki feltalálta a spanyol viaszt. Minden esetre én úgy gondolom, hogy, és lehetne ezt még tovább is tovább ragozni, de akkor sem menne vége ennek a videónak. Én úgy gondolom, hogy egy már kihalt nyelvről van szó, ami már nagyon-nagyon rég kihalt és én a keletkezését valahová a távoli keletre raknám. A könyvet pedig szerintem egy egyházi személy, vagy egy vándor írhatta, aki egy kihalt nyelven, és leírta benne a az összes tapasztalatát, amit az életében megszerzett. Nagyon, de nagyon sok megoldás létezik, és tényleg órákig lehetne még beszélni a lehetőségekről, és én nagyon szívesen olvasnám a ti gondolataitokat is odalent a kommentekben. Kíváncsi vagyok, hogy ti milyen elméletekkel állnátok elő a könyv kézirat kapcsán. Szóval elfogjátok vissza magatokat, jöhetnek odalent a kommentekben a vélemények és a hozzászólások. Én megköszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy meghallgattatok. Találkozzunk legközelebb, további szép jó napot és estét mindenkinek, vagy estét mindenkinek addig is sziasztok!